Sziasztok! Ez az első decemberi videó tőlünk, ami egy 2 az 1-ben vlog lesz, mégpedig úgy döntöttünk, hogy 5000 forintot fogunk összehasonlítani, hogy az mire elég itt Budapesten, illetve Belgiumban. Ugyanis ezt az ötletet még írta valaki kommentben, még a legelején mielőtt Panni kiment, illetve Attila is javasolta, szóval köszönjük neki is, és szerintünk egy nagyon szuper ötlet, úgyhogy meghatároztuk Pannival a kategóriákat, hogy egy italt, egy ételt, egy ruhadarabot és egy ajándéktárgyat kell majd mind a kettőnknek vásárolnia, és ugyebár összehasonlítjuk az árakat, és ez nagyon izgalmas lesz, mert kíváncsi vagyok, hogy Panni miket vásárol, illetve én is nagyon jó dolgokat találtam már ki előre, hogy hova megyünk, és hogy mit fogunk enni, meg inni, meg ilyesmi. Szóval remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó. És mielőtt elkezdődik a napom, mert amúgy most suliba fogok menni, és majd kitalálom, hogy az étel vagy az ital lesz az első, amit veszek el. Van egy jó hírem ugyanis, decemberben az összes videóban lesz egy nyereményjáték. Pannival kitaláltuk, hogy melyik videóban milyen tárgyak lesznek úgymond megnyerhetőek, és a maiban az a 2 dolog lesz kisorsolva köztetek, amiket mi vásárlunk ugye az 5000 forintból, szóval csak maga az ajándéktárgy. Ahogy mit is kell tennetek, azt majd a videó végén Panni fogja elmondani, csak gondoltam, hogy most előre szólok így december elején, hogy tudjátok, hogy minden egyes decemberi videóban megajándékozunk majd valakit. Sziasztok, én is itt vagyok Lővenből, és indulhat a napom, most van 10 óra pontosan, elkészültem meg minden, és az első programom elég izgalmas lesz ma, bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy ez a dolog, ez így nem annyira tartozik bele a mai árkategóriába. Ugye Lénával azt beszéltük meg, hogy kb. 5000 forint értékben költhetünk ma, ami itt nagyjából szerintem, vagy hát euróban átszámítva, ilyen nem 20 euró, de mondjuk ilyen 17, mondjuk azt, hogy 17 kb. Amit szerettem volna mondani, az az, hogy lesz egy tetoválásom ma, amit szerettem volna, hogyha már itt vagyok Lővenben, hogy így megörökítsem, és nekem ez lesz az első egyébként. Viszont nagyon így éreztem, hogy most ez itt tök jó, mert ez egy életre szóló élmény volt, és ezzel megörökítem, és tényleg ez az, amit így szeretnék magamon látni, vagy nem is tudom. Korábban azért nem voltam biztos abban, hogy legyen a tetoválásom, vagy sem, mert egyszerűen nem tudtam, hogy mit szeretnék, vagy hogy ez mit jelentsen, vagy mit szeretnék magamon látni, viszont ez elég egyértelműen egy olyan kaland volt, amit szeretnék megörökíteni. Na mindegy, szóval ez nyilvánvalóan nem tartozik bele az árba, meg már ki is fizettem egy részét előre, tehát igazából nyilván gondolom ez így nem számít annyira csalásnak, mert nem számítottam össze a 2 dolgot, hogy ez így lesz. Egyébként Lina sem tudja még, hogy lesz egy tetoválásom, mert senkinek nem mondtam el az otthoniak közül, csak anyukámnak. Úgyhogy, ja, ez így izgi lesz, de szerintem mire Lina ezt a videót már látja, addigra ő is tudni fogja. És amit akartam mondani, azaz a 17 euróval kapcsolatban, hogy nyilván itt amúgy szerintem elég egyszerű elkölteni 17 eurót akár egy bráncsra is, pont a múltkor voltam bráncsolni, és ez kb. 17 euró volt. Úgyhogy ezért általában nem szoktam kint, tehát így a városban venni magamnak kávét, vagy ételt, vagy tehát minél több mindent inkább magamnak főzök és magamnak csinálok. Úgyhogy ma ez a szabály kicsit meg lesz szegve, mert ahogy mondtam, tudnék magamnak kávét főzni, de így nem fogok, hanem elindulok és veszek valahol. Ezután pedig a tetoválás után valószínűleg ebédelek, az is kint, szóval, hogy nem fogok magamnak főzni, és aztán megyek egy megbeszélésre, és utána jövök haza. 6-kor zárnak egyébként a boltok, szóval 6-ig le kell rendeznem mindent, amit csak lehet, és így elég sűrű lesz a napom, mert nagyon sok dolgom van még ezen kívül, de mindegy. Azt majd meglátjátok, hogy miket csinálok, úgyhogy szerintem induljunk is. Szóval a kávé és a kis pecsüti mellé volt 2 euró kávé, ez így diák kedvezménnyel, és lehet, hogy legolcsóbb helyre mentem el a suli büfébe. És most pedig nézelődtem, és kitaláltam, hogy mit veszek magamnak, és szerintem azt is, hogy mit veszek ajándékba. De még nem vettem meg, mert sietnem kell az időpontra, majd utána megveszem. Ja, úgyhogy igazából ezek történtek, hogy maradt kb. 15 euróm, amit elköltetek. Szóval Annával a csütörtöki hagyományunk mindig az, hogy bejövünk is egy közös lyukas óránkban, csapot zavar. Szóval, hogy a közös lyukas óránkban eszünk egy levest itt a Madában, ami egyébként 590 forint, szóval egyáltalán nem egy drága, szerintem egy ebédnek. Hát szóval nagyon jó. Kiadós adag, szóval. Így van. Úgyhogy ez egy paradicsomleves, amit most már mindig így változik azt, hogy milyen napi levesük van. Ja. És olyan, hogy egy sűkbe járunk, és közös lyukas óránk. És
nem is kell tekerni, nem mindegy. Most raktam be egy ilyen csípőset. Csípőset? Úristen, én is. Szóval visszajöttem a szobámba, mert egyszerűen nem tudom, előtte alig izgultam, most meg annyira izgatott vagyok, hogy nem is tudom, hogy így nehéz felfogni, hogy van egy tetoválásom, és még nem bántam meg, szóval nem a legszebb, mert kicsit véres, de így néz ki, és szóval elég kicsi, és eléggé olyan elrejtett, de gondoltam, hogy első tetoválásnak ez így jó lesz, szóval egy oroszlán, méghozzá azért, mert valami olyat szerettem volna, ami lővenhez kötődik, és elkezdtem gondolkodni, és akkor ugye lőven az így van írva hivatalosan, de így is szokták írni, és ugye ez német alatt jelenti, hogy oroszlánok, és akkor gondoltam, hogy legyen egy oroszlán, egy darab oroszlán, szóval nem is igazából lőven, de mindegy. Szóval, hogy így kicsit így sokat kell rajta gondolkozni, vagy így el kell magyarázni, de úgy alapvetően is tetszenek az oroszlánok. Na mindegy, szóval nem akartam túl sokat agyalni azon, hogy mi legyen, meg hogy nézzen ki, meg ilyenek, mert úgyis ez egy emlék, és nem egy nagy dolog. Amúgy érzése jó volt, mármint, hogy így talán kicsit rosszabbra számítottam, olyan volt, mintha így karcolázták volna a karomat, meg gondolom ez egy érzékeny pont is egyébként. Úgyhogy, most visszajöttem a szobámba feldolgozni, hogy ez megtörtént, és aztán megyek tovább. Egy 20 perc múlva nagyjából. Itt vagy a Kastivel. Ja, nem, azért. Szóval Kastivel csatlakozott, és együtt eljöttünk a Humanába, mert hogyha ruha, akkor gondoltam, hogy legyen valamilyen használt ruha volt, és ide sokat járunk viszonylag, szóval. Szóval a sztória Humana. Ruhát nem találtam annyira. Amúgy pont egy olyan fél órába mentünk be, amikor ilyen 30%-os kedvezmény volt, és a Humanáról amúgy annyit kell tudni, hogy én párszor kifogtam olyan napokat, amikor ilyen 250 forint, meg 350 forintos nap volt, és minden annyiba kerül, de így kabátok, kiegészítők, így minden. És most nem ilyen volt, most 30%-os kedvezmény volt, és ilyen kb. Pár ezer forintért lehet ruhákat venni ott, viszont én nem találtam semmiért, ami tetszik, és nem akartam most olyat venni, amire nincsen szükségem, vagy ami nem tetszik, viszont találtam táskát, úgyhogy ezt mindjárt megmutatom, hogy miért. A táskát megmutatom majd otthon, mert most nem látszódna sok belőle a sötétben, viszont jön az ajándéktárgy, ugyanis már amikor a videót beszéltük Pannival, akkor szerintem egy nagyon jót találtam ki. Nem tudom, hogy hallottatok-e már Budapestnek biztosan a Pakit nevezetű kezdeményezésről, aminek az a lényege, hogy Budapestnek több pontján is találhatóak olyan automaták, amikben különböző magyar műveket találhattok meg, és 990 forint minden egyes kiskönyv az a automatából. Szóval, innen fogunk most választani egyet. Nekem nagyon sok könyv már ebből megvan, illetve van egy külön járunk nevezetű budapesti térkép is. Viszont azért nem azt akarom megvenni, mert nem tudom, hogy ki lesz a nyertes, és hogyha nem budapesti, akkor az nem lesz jó. Szóval, nekem egyelőre nagyon tetszik ez a Virginia Woolfnak, az Orlandó című műve, mivel nem is hallottam még róla, úgyhogy én szerintem az lesz most a kiválasztott. Nem fogom se kicsomagolni, meg semmi, hanem így, mert nyilván becsomagolom, és így fogom postára adni annak, akit majd kisorsolunk. Szóval elérkeztünk a nap végére, visszaértem a szobámba, még annyira nincsen késő, de most fogok egy kicsit tanulni, és elköltöttem mind a 18 eurómat, ami a mai napra ki volt számolva. Ugyebár vettem egy kávét reggel, egy péksütivel, az volt 2 euró nagyjából. Aztán ebédeltem egy kebabos helyen, ami elég olcsó volt ahhoz képest, hogy tök nagy adagot adtak, szóval ott fizettem 5,50 euró egy üveg vízért és magáért a kebabért, és ezután pedig elmentem vásárolni, és van itt egy egész jó bolt, ahol mindenféle kiegészítők vannak, meg varró eszközök, és itt találtam magamnak egy hajpántot, mert kb. Egy hete
szerettem volna magamnak venni egy hajpántot, mert felpróbáltam egyet, és rájöttem, hogy tök jól áll meg, hogy ezeket igazából szeretem, csak már ezer éve nem hordtam. Úgyhogy vettem egyet, és most majd ezt fogom beújítani. Hát most nyilván nem a legjobb hozzá a hajam, de mindegy. És megvettem az ajándékot is a szerencsés nyertesnek, ami méghozzá egy hasonló hajpánt. Vagyis hát nem, ez hajráv, bocsánat, ez hajráv, hivatalos megnevezése hajráv, és ez pedig egy hajpánt, szóval a nyertesnek pedig ajándékba vettem egy hajpántot, és ez volt 5 euró, ez a hajráv, ez a hajpánt pedig 7, szóval 12, meg előtte 7, hát 19, lehet, hogy kicsit túlléptem ezt az 5000-es határt, pedig ahogy láthatjátok, azért annyira nagyon sok mindent nem vettem, nem volt ilyesmi, és ez még az olcsóbb. Szóval igen, most mondjuk így elárultam az árát az ajándéknak, de hát most ez a videó része egyébként. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, iszonyú jó szerintem ez a minta, és hogyha ilyen mintás lett volna hajpántban, hajráfban, akkor azt megvettem volna magamnak, de nem volt, úgyhogy ezt tetszett a legjobban. És szerintem ezzel el is értünk a videó végére, legalábbis az én részem végére, és hogy Lila elmondta a videó elején, hogy lesz egy nyereményjáték, ugye most elmondom, hogy pontosan mi is az, amit tennetek kell azért, hogy megnyerjétek. Ugyebár én most azt még nem tudom, hogy Lina mit vett, szóval, hogy az ő nyereménye ez pontosan mi, az enyém az ugyebár ez a hajráv, hajpánt, szóval, igen. De mind a kettőt egy nyertes fogja megnyerni, viszont a játék feltétele az, hogy meg kell, hogy ossza egy barátnőivel. Szóval, amit tenni kell a jelentkezéshez, az az, hogy legyél feliratkozva. A második az, hogy kommentelj, és a harmadik pedig az, hogy azt kommentelt, hogy kivel osztalád meg az ajándékot. Azt hiszem, hogy kommentekben nem lehet beteggelni egymást, de már csak az is jó, hogyha leírjátok, hogy a nővéremnek, barátnőmnek, anyukámnak, stb. Stb. Szóval ennyire egyszerű az egész, ezt kell csak mind megtennetek, és igen, köszönöm, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Bejöttünk az allébe, mert Esztinek sapkát kell venni, mivel... Szóval, hogy nincsen sapkája Esztinek, és hát ma konkrétan ugye nem tudom, mínusz 10 fok van, iszonyú hideg van, és nem lehet bírni, szóval bejöttünk az allébe, és veszünk neki sapkát, és most fogok venni egy kávét. Egyébként hány óra ilyen 4 körül van, nem? Fél öt, szóval még tök jó. Veszek egy kávét, és ez lesz az utolsó dolog akkor, amit én veszek az 5000 forintomból, bőven kijöttem a pénzemből, most nem számoltam össze, de biztos vagy benne, hogy kijöttem. Amúgy annyira nem baj. Megmutatom nektek a táskát most, hogy hazaértem. Egy sima fekete kis táskára van szó, és... 1000, ki lesz írva, hogy mennyibe került? Azt hiszem, hogy 1800 forint környékén volt, mert 2500 lett volna is még leárazva, és az a különlegessége, hogy halljátok, a márkája az Guess, ami konkrétan több 10000 forintba kerül egy ilyen táska. Szóval ilyen Guess márkákat, hogyha megnézitek, és így konkrétan halljátok, semmi karcolás nincsen rajta, én nem is értem az anyagát, hogy így tökéletes. Én egy évig hordok egy izét, egy Stradivariusos táskát, és már szanaszéjel szakad, ez meg nagyon jól bírja. És az előző kis fekete táskám az szétszakadt, és ilyen övtáskát hordtam már mióta, de ugye az nem egy elegáns verzió. És olyan sima fekete kis táskám, ami elegáns, az nem nagyon volt. Úgyhogy most annyira nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt. Alapvetően szerintem, mert hogy biztos vagyok benne, hogy senki nem költ el úgy random 5000 forintot egy nap Budapesten, szóval még hogyha reggeli, ebéd, vacsorára is veszel dolgokat, meg nem tudom, tényleg kávé, minden. Szóval, na mindegy, 5000 forint sok pénz, és én sem költöttem ennyit. Ennyi lenne részemről, remélem, hogy tetszett nektek ez a videótípus, írjátok meg, hogyha szeretnétek még hasonlót, illetve hogy így karácsony közelettével milyen videót szeretnétek tőlünk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!